Az asztali beszélgetések sorozat és a Ludwig Múzeum nevében szeretettel köszöntöm Önöket közös rendezvényünkkel, melyen Konok Tamásra emlékezünk a művész születésnapján. A helyszín nem véletlen, a Ludwig Múzeum ad jelenleg otthont Konok Tamás életmű kiállításának, mely a járványügyi helyzetet követően március 14-éig lesz majd reménység szerint látogatható. Mostani alkalmunk, bár Konok Tamás születésnapjához kapcsolódik, mégis szomorú esemény is, hiszen Tamástól november 20-án vettünk búcsút. Tamás olyan személy volt, aki nem csak festészetében képviselte a harmóniát, hanem képes volt arra, hogy megjelenésével, világlátásával, gondolkodásával, egyszerre európaiságával és magyarságával egy olyan milliót teremtsen maga köré, amely lehetőséget ad arra, hogy ami a művészeti alkotásaiban megjelenik, az az ő szavai által is képviselve legyen. A festészetnek nem az a feladata, hogy a látványt utánozza, hanem az, hogy a láthatatlant láthatóvá tegye, vallotta Tamás, aki mondta őszintén több interjújában, személyes beszélgetésként is, hogy a művészet számára filozófia. Ez tükröződik vissza számomra ezen az alkotáson is, mely számomra egyszerre a harmóniára, a rendre törekvésnek a hirdetésére és a letisztultság képviseletére mutat rá. Konok Tamástól idéznék még végezetül, a mesternő láttán csendesebbek leszünk, halkabban szólunk vagy hallgatunk. A művészet így figyelmeztetést tanít valami jobbra, önvizsgálatra, vezeklésre, és vágyat ébreszt, hogy újra lássuk vagy halljuk. Konok Tamás művei olyan megállító táblák, olyan figyelemfelhívó jelek, amelyek pont a rohanó világból mutatják meg, hogy a rendre, a harmóniára törekvés, az abban való elmélyülés igenis lehet életcél, lehet filozófia. Ezért hát álljunk meg minél több Konok Tamás munka előtt. Kívánom, hogy így hallgassák meg pályatársak, művésztársak, művészettörténészek gondolatait, mely ebben a videóban lesz most elérhető. Azt hiszem, hogy Konok Tamás nem csupán azért fontos és meg kell mondjam rendkívüli szereplője a magyar képzőművészeti életnek, mert nagyon sokat értünk külföldön, eleven kapcsolata volt ugye a nyugat-európai művészeti irányzatokkal, hanem azért is, mert személyében valahogy azt a magatartást tudta képviselni, hogy lévén szinte mindvégig, de legalább a 80-as évektől kezdve mindenképpen nagyon szoros kapcsolata volt a magyar képzőművészettel, hogy úgy tudott európai művész lenni és magyar művész, hogy úgy közvetítette azokat az eszközöket, eredményeket, azt a fajta magatartást talán ez még pontosabb, hogy semmiféle, hogy mondjam, nyugat-európai küldetés tudata nem volt benne, de ő nem akart mutogatni, magyarázni, nem akart példát statuálni, egyszerűen a lényével, azzal, hogy mindenkivel kedves volt, hogy a fontos magyar eredményeket elismerte, és megpróbálta azt, hogy együtt lélegezzen tulajdonképpen a nyugat-európai és a magyar kultúrával, de egyszerűen sikerült neki picit felülről nézni ezt az egész színteret, úgy, hogy tényleg középen állt, és tényleg megpróbálta a különböző egymással néha ellentétben lévő netán háborúskodó csoportokat kiengesztelni, megpróbált egy kicsit egyfajta treugadeit megteremteni a magyar képzőművészetben, és ezáltal lehetett szerintem egy olyan példa, ami, és egy olyan példakép, ami
azt kell mondjam, hogy sajnos pótolhatatlan. Na most rátérve arra, hogy miért ezt a képet választottam, következő miatt, hogy pontosan ez a fajta nyugodt és felülemelkedő magatartás jellemzi tulajdonképpen az alkotói korszakait is. Nagyon jól tudjuk, hogy nagyon sokáig egyfajta látványnyelvű festészetet Bernát tanítványaként képviselt, majd kint Párizsban ugye hatnak rá egyrészt a nouveau realizme, másrészt pedig ugye a kicsit már kifulladóban levő, de még azért mindig eleven francia lírai abstrakciónak az eredményei. Ennek következtében a képei egy kicsit felpúlnak, játékosak lesznek, félfiguratív, félig nonfiguratív, félig valós elemek tűnnek fel rajtuk, úsznak szerteszét, és van egy művész, aki szerintem, akit ő nem emlegetett ugyan, de azért szerintem hatott rá, ez ugye az Juan Miró, azt kell, hogy mondjam, hogy itt, az semmi baj, ez nagyon, de tényleg érezhető a 60-as évek közepén végén keletkezett képek egy részénél, és nagyon érdekes az, hogy pontosan 1968 körül, amikor abszolút forrong a világ, és megváltozik a helyzet, valamiféle tényleg Nyugat-Európa is úgy néz ki, hogy valamiféle forradalmi válaszot elé ér, akkor változik meg a művészete, és úgy dönt, ugye, van ez a két, hogy vagy Dionysoszi lesz, vagy az Apollói, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó, hogy az Apollóit választotta, mert ezek nagyon jó, nagyon izgalmas képek, de nem teljesen az övé, valahogy még nem igazán a saját hangja, és itt ezen a képen lehet látni azt, hogy még ott vannak rajta ezek a kis virói szerteszét keringő elemek, de már színvilágában, struktúrájában megjelenik, előlegeződik az a korszak, amit körülbelül egy-két év múlva képvisel, és amit mindannyian Konok Tamásként ismerünk. Konok Tamás 2011-es képe a Verlenfini, ami a kiállítás címét is adja, az tulajdonképpen azokat a lehetőségeket, méghozzá végtelen lehetőségeket jelzi, amelyek az ő festészetében voltak. Nézzük meg ezeket az ábrákat, amelyek mind gondosan kézzel vannak megfestve, a középsőnek a lazább és a szélének a sűrűbb szövését, amelyek mind valamilyen megteremtik a lehetőségét annak, hogy végtelen képzeteink legyenek, hogy ezt bármeddig el tudjuk szűrni, el tudjuk a kis ábrákat vinni a képzeletünkben. És az a kérdés, hogy Konok ezzel a minden művében látható hihetetlen aprólékos gondossággal és ízléssel egy nagy irányzatnak tulajdonképpen nem az elején, hanem a végén áll. És a nagy kezdet és a nagy vég, vagy a nagy vége felé, az mindig különböző. A nagy kezdetben forradalmárok vannak, akik néha ízlésgékszerekkel is, de hatalmas újításokat végeznek, és a vége felé egy sornak, egy festészeti vagy művészeti sornak, a vége felé jönnek ezek a hihetetlenül kifinomult, hihetetlen mély, hihetetlen gazdag és hihetetlen ízléssel rendelkező mesterek, akik közül Konok Tamás az első, egyike, hanem az első volt Magyarországon, aki kimeríti a lehetőséget, megteremti ennek a jelentés nélküli, vagy legalábbis szoros, konkrét jelentés nélküli
non-figuratív, absztrakt, és az ő esetében a második dimenzióban mozgó, a két dimenzióban mozgó festészetnek a mélységét. Ez a mélység most nem a harmadik dimenzió elérését jelenti, hanem a végtelen ízlést és végtelen kifinomultságot. És ha átjár, végignézzük az életművet, vagy az életmű bármelyik mustráját, akkor minden művön és mindenképpen különböző hihetetlen lehetőségeket találva, ezúttal nem a kolorizmussal, máshol éppen a színekkel hozza ezt létre, és ez emlékeztet bennünket magára az emberre is, mert hihetetlen finom ember volt, rendkívül kedves, és volt egy tulajdonsága, amely ritka a férfibáj. Nagyon kevés férfi van adatik meg, hát benne megvolt, és elragadó ember volt, aki egyrészt tökéletesen tisztában volt a saját jelentőségével, de ezt soha nem mutatta, soha nem kötötte az ember orrára, szerény volt, egy nagy família leszármazottja, amely ugye a Graffidion sorozatokban ott is van, mint Ferenczi István Graffidion lánykájának, a homokba író lánykának az emléke, de ez sem tartalmat mutat, tehát nem a homokba író lánykát, hanem magát, azt a maga által választott műfajt, a Krikszkraksznak mondhatnám a műfaját, ami tökéletes kis, egyedi, remek művekben testesül meg. Konok Tamás a modern és kortárs magyar művészet egyik kiemelkedő jelentőségű konstruktív művésze volt. Ez egy nagyon tág fogalom, de talán ez fedi le legjobban az ő tevékenységét. Ugyanis nagyon sok irányba kísérletezett, nagyon sokszor leegyszerűsítette még jobban a kompozícióit, mint ahogy megismertük, és a minimál árttól kezdve egészen a konkrét művészetig sokféle alkotást készített, sokféle törekvés tartozik az ő munkásságához is. A művészetéről nagyon röviden talán annyit, hogy a 60-as évek végén, 70-es évek elején, úgy 74-ig körülbelül találta meg azt az utat, amit végül egész életében járt. És hát előtte már nagyon sok redukciós kísérlete volt, kollázsokkal kísérletezett, ahol sikerült a perspektívától elszakadni, a történetektől, sok időréteget helyezett egymás mellé, vagy mögé, vagy fölé, amitől a jelen való lét besűrűsödött a képein. Innen lépett tovább az időtlenítés irányába, a térnek a kitapogatása és értelmezése irányába, és nagyon sok fázison keresztül, szinte folyamatos fejlődésen keresztül érkezett el ehhez a műhöz, amit 2011-ben festett, és amelyen egy piramis alakú, hát nem formát, csak színt vagy tömeget látunk, síkot látunk, ami arany szalaggal van keretezve, és fölötte különböző egymás azonos léptékben ismétlődő sorokat látunk, arany, fekete és betűsor, amelyek felfelé tartanak, és amelyek középen egy fekete vonallal vannak egyszer elválasztva, két oldalt és középen még egyszer egy széles fehér sávval. Konok Tamás már a 70-es évek végén, de inkább a 80-as évek közepe táján a transzcendencia keresés útján volt javában, és mindig valami tökéletességet, vagy teljességet, teljes harmóniát keresett a művészetében, illetve a lehetséges térnek a
leggazdagabb, legárnyaltabb formáit próbálta kifejteni egyik képről a másik képre. A 70-es évek végén, 80-as évek elején egy rendszert hozott létre, egy nagyon szigorú rendszer, amiben az idő, a mozgás és a tér három téma szerepelt, ezeket ilyen jelszerű formákkal, de nagyon könnyű, csak gyönyörűen vékony vonallal körülrajzolt formákkal, többnyire világos áttetsző formákkal jelezte a mozgást, ami, illetve a tárgyakat, vagy a tárgyi világot, a mozgást pedig vonalakkal, amelyek keresztezték egymást, vagy megtörtek, vagy tovább lendültek, egymásra vetültek, és magát a teret pedig a kép háttere, többnyire üres, vagy egyszínű háttér adta. Ez a rendszer eredményezte azt, hogy a kompozícióiban a formái szinte lebegnek a térben. A tér végtelenre tágul, és a forma pedig lebeg benne. Most innen már ekkora a transzcendencia érdekelte, és innen lépett tovább nagyon sok fázison keresztül. Itt már egy nagyon bonyolult időszaka van, amikor már a saját korábbi művészetének a tanulságait is felhasználja, és szinte minden egyes elemet, amit itt használ, ugye ez három elem gyakorlatilag, ezeket már idézetként használja, tehát nem annyira a konkrét jelent, vagy a mozgást, vagy az életet, vagy a létet, vagy valami transzcendens létet jelent, hanem ez már annál sokkal töményebb, sokkal elvontabb, mégpedig ebben is az van, hogy egymásra rétegződnek ezek a furcsa, betűszerű formák, amik az emberi kultúrának és az időnek, az ember által megélt időnek a rétegei, ezek halmozódnak fel egymás fölé, és fölé érnek még a piramis fölé is. Ugye a piramis eleve egy szimbolikus forma, ahol az Istennel vagy az égi világgal való kapcsolat könnyebb megvalósulhat. Itt viszont az egész létezés kerül bele egy ilyen kozmikus összefüggésbe a piramissal, amelyik a múltat is jelenti, amelyik azt is jelentheti, hogy ez a transzcendens elvágyódása az embernek, hogy felfelé tart, tehát hogy sikerül elérni azt a szintet, amelyikkel képes magasabb dimenzióban megélni a valóságot és értelmezni a valóságot. 2016 őszén Konok Tamás felkért, hogy nyissa meg januárban a szombathelyi kiállítását. Örömmel vállaltam a rendkívüli megtiszteltetést. Úgy terveztük, hogy elhülyéskedünk a megnyitó előtt és után, Szombathelyen aludtunk volna, és talán kirándultunk is volna. Fogalmam sem volt, mit tudok rögtönözni a helyszínen, mert a kiállítás anyagát nem láttam előre, úgyhogy alaposan szorogtam. Tamás szilveszterkor kórházba került, és a súlyos műtét után a kiállításon nem lehetett jelen. A megnyitó előtt a néptelen terembe körbejártam párszor, és váratlanul megkönnyebbültem. Megcsapott a meggyőződés, hogy a képek szélsőséges elvontsága ellenére mégis tudok valamit mondani róluk. Azt mondtam el, ami megtörtént velem. Legalább fél tucat számomra addig ismeretlen képétől megrendültem. Vonalaktól, négyszögektől, vonalkázástól megrendülni nem magától értetődő. Az absztrakció különleges élvezetet tud okozni a rációnak, jó absztrakt képek láttán lehet elismerően csettinteni, el lehet mosolyodni, ámulni a festő találékonyságán, az idomok egymásba bújtatása lehet rendkívül egyedi, de hogy érzelmi hatást keltsen, az szokatlan. Azt értettem meg, amiről a most kiválasztott két kép kapcsán is be tudok számolni, Konok Tamás figyelembe vette a kortárs néző asszociációs képességét, érzékenységét, kulturális és emberi tudását, és rábízta a vonalkáit és a színeit. Derűsen világos mind a két kép, és minél tovább nézem, annál mélyebb bánat kerít a hatalmába.
Bár a színsorok egyáltalán nem kunkorodnak, betűkre, értelemmel bíró jelekre tehát nem emlékeztetnek, mégis a hieroglifákat juttatják az eszembe, és a vékony vonallal meghúzott szerény háromszögek és egyiptomi hangulatot sugároznak. Az első képen nincs egyéb, a második képen a szintén vékonyan megrajzolt fekvőtéglalap, mintha rajztábla lenne, jelezve, hogy a dolog nem önmagában van, hanem szemlélve. De ezt csak halványan sejtem, épp hogy gondolom, pont úgy, ahogy a két kép sugalmazza. A színes, vízszintes, ritmikusan elhelyezett vonalak e nem hieroglifák, mintha ismeretlen nyelvű morze jelek fordításai lennének. Az első képen talán epikusabban, a második képen pedig, ahol szünet nélkül folynak egymásba, talán líraikban. Olvashatatlan, értelmezhetetlen nyelv vagy zenei hangok emlékeit látom, egy elsüllyedt kultúra jeleit, amilyen sose volt és sose lesz. Játszik velem, az én képzettársítási képességemet kipróbálva, feszegetve és tágítgatva a festő, de közben a lelkemmel is játszik finoman, minden agresszivitástól mentesen, kicsit talán kajánul és bölcsen az apró munkába belefeledkezve. Ha a háromszögeket nem teszi bele, vajon akkor is ezt gondolnám? A sorok jelszerűsége bizonyára feltűnne. Vagy inkább zeneműre gondolnék, hiszen a piramos forma triangulum is lehet a zeneszerszám. Miért gondolok a láttán mégis inkább piramisra? Láttam már héber írást, örményt, indiait, azokat a jeleket szintén nem értettem, a szín nem játszott szerepet. Miért gondolok mégis inkább nyelvi jelekre? Miért a totális elmúlás aggaszt e szép kis színes, vízszintesen elnyúló jelek láttán? Miért az jut eszembe, mennyire hiába való volt a jeles elődök törekvése, hogy valami tudást az utódokra hagyjanak? Csak mert ebben élek, és a festő tudja, hogy más nem igen juthat az eszembe? Konok Tamás nyilván ismerte Szabó Lajos és másik kaligráfiáit, mint azt, ami létezett, és létező nyelvekből vontak el. Maga is hivatkozik a szanszkrit és más keleti nyelvek írásképére. Mindent ismert, amit érdemes, de annyira hedonista volt, hogy semmilyen veszteséget nem volt képes elviselni. Az sem, hogy aminek sose volt értelme, még azt is elveszítse. Az ő vesztesége egyetemes. Két világos, derűs, ritmikus jelekkel visszafogottan, szerényen ellátott kép, és nekem a civilizáció végromlása borzolja a lelkemet. Vagy én vagyok elvakult, és mindenről ez jut az eszembe, vagy arra rezonáltam, ami Konok Tamást, az alapvetően derűs, gitárulkozó, sok irányban érdeklődő, extrovertált, kiváló humorú művészt foglalkoztatta alkotó életének utolsó évtizedeiben. A szabályos vonalakból és idomokból létrehozva egy új, lelket sajdító paradoxont, a tragikus absztraktot, amilyen eddig nem volt. Konok Tamás számomra egy nagyon jelentős művész, nem csak azért, mert figyelemmel kísértem eddig is a párizsi, illetve az emigránsok művészetét, hanem mert úgy érzem, hogy a sorsát illetően is, és a család származását illetően is nagyon jelentőset tudott megvalósítani a magyar kortárs képzőművészet és az egyetemes kortárs képzőművészet számára. Most, hogy a könyvét olvastam, kiderült, hogy ő, mint nagyon sokan mások is, érdekes, szép, nagy magyar polgári családban nőttek fel, de ő azon közé tartozik, akik nem a gentry világban. Konok nem pazarolta el azt az örökséget, amit ő a családtól kaphatott, megkapta intellektuális, megkapta az érzelmi, és megkapta a művészeti örökséget is, amit tovább tudott fejleszteni, és ennél fogva ő egy nagyon szuverén emberként mozgott a művészeti világban, és általában az egyetemes világban is. Neki a művészet úgy érzem, hogy nagyon, nagyon elegánsan tudott mindent megoldani, mert
egyrészt mert biztosan mozgott, másrészt nagyon nagy tudása volt, és amilyen elegánsan írásban is kifejezi magát, ugyanígy fejezte ki magát egy életen keresztül az irodalmában is. Nem nagy elméletek mentén működött, mert az elméletek a fejében születtek, hanem ezt le tudta vetíteni a munkáiba. Én ezt a művet azért választottam, mert Pécset megéltem, és nagyon jónak tartom azt a muráliáját, nevezünk muráliának, vagy ezt az épület átalakítását, amit ő egy hasonló szeriális megoldással kiemelt a városképből. Egy egyébként nagyon egyszerű, rásszerkezetű, szinte panel méretű épület, a Pécsi Iparkamarának, Pécs-Baranyai Iparkamarának az épülete, amire ő ezeket a 30 fokban megnöntött terékszögeket színesben, feketében és pirosban tette rá. Az épület különlegesen megmozdult, látványában nagyon, nagyon szépen illeszkedik, mint a tetjei környezetbe, mint pedig a pécsi városképhez nagyon jól alkalmazkodik. Ott is eltalálta a mértéket, és talán ez egy fontos szempont Konopnál, hogy tudja a mértéket. Tehát megtalálta mindig valamennyi művében, nagyon precízen jelen van, hogy mekkora, miért van az a motívum rajta, hogyan helyezkedik el. Ezeket nem lehet kicsinyíteni vagy nagyítani, ezek így élnek, és így korrekt mondjuk egy kompozíció. A kreativitás nem más, mint a világ mindenség alkotójának utánzása, egyfajta metamorfózis. Ezt mondta Konok Tamás egy helyen, akkor, amikor a művészetéről vallott. A munka folyamatában folytatja a festék vagy a szobrász által használt agyag, leveti a matéria terhét, észrevétlenül átszellemül. Ez az átszellemülés volt jellemző az ő munkáira. És ahogyan egyre inkább a 70-es évektől kezdve áttért a non-figuratív festészetre, műveinek gyakran ezt a műfaji meghatározását adta, színe loco et anno, vagyis hely és év nélkül. Mégis most egy olyan kép mellett állok meg, és ezt választottam, amelyik igenis hely és idő szempontjából nagyon is fontos, mondhatnánk, hogy cum loco et anno, vagy in loco et anno, időben és évben. Hiszen oly fontos volt számára a nagymama, akit 1954-ben megfestett. Fontos volt számára a család. Oly sokszor beszélt erről. Nekem is lehetőségem volt asztali beszélgetések keretében, vagy éppen itt a Ludwig Múzeumban egy beszélgetés során ővele szót váltani a családról. Átértem, hogy milyen fontos volt számára az a budai millió, az épületek, de leginkább az emberek. A nagypapa emléke, vagy édesapja emléke, vagy az a művészeti közeg, amelyben ő élt. És a nagypapa különösen is, mint építész, és meghatározó személyiség az ő életében oly döntő jelentőségű volt. Oly sokszor elmondta, hogy ott volt a tussal rajzoló nagypapa mellett, aki éppen talán valamelyik evangélikus templomának a rajzát készítette, vagy éppen a postapalota a nagyszerű épületét, és ő figyelte a tussból kifolyó anyagot, és közben hallotta a nagypapa elmondásában az Arany János verseket. És ahogyan otthon úgy aludt el, hogy zeneszó volt, mert édesapja hegedült, vagy barátaival együtt muzsikált. Ebben a budai millióban, vagy élete szakaszában, a győri közegben fontosak voltak számára a terek, és fontosak voltak számára az emberek. És természetesen a nagymama. A nagymama, akiről ezt írja, arcfestéket, ajakrust soha nem használt, finom vonások, sápat arc volt jellemző rá, deresedő haj. Elhanyagoltnak írja, soha nem láttam. 85 éves korában is szép volt. Nemes anyagból készült, gerdleszűke ruhát viselt, csodásan horgolt fehér csipke gallérral. Amikor elment otthonról, fültövéhez metszett, üvegdugós tárolóból leheletnyi parfümöt érített. Elillant lényének illatát még érzem. Antik karosszékben üldögélt íróasztala előtt, francia vagy német könyvekkel a kezében, kertünkből vágott halvány virágok mellett. Az olvasás néha megszakítva letette szemüvegét, és néhány percre elmélázott. Így örökítettem meg.
írja erről a momentumról, erről a pillanatról, az alkotás megszületésének pillanatáról Konok Tamás. Mert igaz, hogy sine loco et anno, vagyis a tér és az idő nélküliség volt jellemző számos művére, de mégis a nagymama és az idő, amikor ő rögzítette ezt a pillanatot, fontos volt az ő számára. Hálát adhatunk ezért, mint ahogyan temetésén is hálát adtunk az ő művészetéért. Emberségéért és művészetéért. Amikor az anyag már leveti a matéria terhét. Igen, erről szólhattam a temetésen. Hálát adva a kreativitásért, hogy ő a nagy kreátor, az Isten alkotótársa lehetett a műveivel. Mi itt vagyunk, térben és időben. Konok Tamás és az ő művészete immár végérvényesen sine loco et anno, tér és idő nélkül van, vagy talán inkább azt mondhatnám, supra loco et anno, tér és idő fölött van. Őre már nem jellemző ennek a földi életnek a terhe, nem jellemző a végesség, hanem a végtelen tudja átélni hitünk szerint. Azt a végtelent, amelynek ábrázolására képeivel is kísérletet tett. Sine loco et anno, idő és tér nélkül, vagy még inkább supra loco et anno, a tér és az idő fölött. S a képei mégis itt maradnak, térben és időben. Ezért jó itt lenni a Ludwig Múzeumban. Felmerül a kérdés itt a Konok Tamás képe előtt, hogy tulajdonképpen mi jogosít fel arra, hogy beszéljek az ő képéről, képeiről, művészetéről? Hát tulajdonképpen az, hogy a Tamással nagyon jó kollegiális viszonyban voltam. Többször jártunk akár vidéken, ilyen művészetbarát körök összejövetelénél, beszélgettünk a művészetről, tehát kvázi előadást tartottunk, amik nagyon jól sikerültek, mert érdekes módon jó beszélgető partnerekké váltunk, ugyanis a Tamásnak volt egy kiváló elméleti felkészültsége, azon kívül hát egy olyan plusz tájékozottsága, amit a hosszú emigráns évek alatt ő magáinak tudhatott. Valójában az ismerettségünk tulajdonképpen régebbi még annál is, mint ahogy a Tamás visszatért Párizsból, és újra Magyarországra, azaz hazaköltözött. Még a főiskolás időkből valamelyest emlékszem a Tamásra, és még emlékszem a diploma munkájára is. Ugye mind a ketten a Bernát osztályra jártunk, aki az osztálya, Bernátnak az osztálya számított akkor egy olyan, tudom én, elit osztálynak, mert a mesterek kiválogatták a hallgatókat, és tehát nem szabad tanárválasztás volt, hanem a tanároknak volt szabad választása. Én szubjektíve viszonyulok hozzá, vagyis a szimpátia alapján, és annyit mondanék csak, ha már egy kicsit valamiféle elméleti gondolatokat, vagy teoretikus gondolatokat kell felvetni vele kapcsolatba, hogy ugye ő, mint ahogy ma már művész nem létezhet skatujába helyezés nélkül, a konstruktivizmus skatujájába lett téve, és ebben a stílusban alkotott tulajdonképpen végig, de a kezdeti útkeresés leszámítva persze, és a művészetét annyiban találom különösebbnek vagy érdekesebbnek a doktrinál konstruktivistákhoz képest, hogy a képeibe a konstruktivizmus dogmatizmusával szembe, amely a központi elgondolástól jobbra is, meg balra is léteznek eltérések, ugye, és ezt azzal jellemzem, hogy a Mondriánnak volt egy nagyon karakteres mondása, azt mondta, hogy a görbe vonal az már túl érzelmes. Tehát voltak, akik a klasszikus konstruktivizmust elvitték egy olyan dogmatikus irányba, hogy annyira puritán módon leszűkítették a formavilágukat, hogy végeredményben már a kresztáblák közelébe jutottak. A Tamás ezzel szemben inkább egy érzelmes
vonalat célzott meg a konstruktivizmuson belül is, és bizonyos kimutatható lírai vonásokat vitt bele a műveibe, és egy sokkal lágyabb és sokkal, hát nem igazán jó kifejezéshez, hogy ember közelibb, de mindenképpen sokkal melegebb és közvetlenebb stílust alakított ki a konstruktivizmus határain belül. Vette azt a bátorságot, hogy dacára, hogy a Mondrian törvényszerűen mondott ki valamit az egyenes vonallal és a görbe vonallal kapcsolatban, igenis, hogy bátran alkalmazott a képeibe időnként eltérő megoldásokat is a konstruktivizmus klasszikus értelmezésével szembe, és itt például, hogyha rámutatok erre a formára, ami itt van, erre a fehér formára, ugye ez tulajdonképpen már túlmegy a konstruktivizmusnak ezen a hát nagyon szigorú, teoretikus határán. És ő tulajdonképpen ezzel a elgondolásával tágított azon a teoretikus elképzelésen és azon a gyakorlati megvalósításon, ami a konstruktív művészetre jellemző. Macsa Ákos vagyok, és nagyon szomorú alkalommal, de szeretett és tisztelt barátomra, Konop Tamásra emlékszünk. Azért állok itt ezelőtt a kép előtt, mert ez hozott össze engem, nem csak Konop Tamás, hanem magával a modern magyar művészettel is. Mégpedig a következőképpen, hogy ahol laktunk, elkészült a házunk, és hogy legyen valami a falon, megkértem egy művészettörténész barátomat, jöjjön el velem a Szentendrei Műhely Galériába, szita nyomatokat választani. És ez sikeres volt a dolog, a választás jónak tűnt, kiváló művészek, Keserő Ilona, Bartó József, Kornis Dezső és a Konok kép, nem tudtam ugyan róluk semmit, de a művészettörténész egyetértett a választáson, kivéve a Konok Tamás képét. Én meg megmakacsoltam magam természetesen, egyébként is ilyen típus vagyok, és rájöttem, hogy pontosan ezt tetszik nekem, és utána megvettem el a szitanyomatot, megkerestem nagy nehezen Konok Tamást, és azóta egészen mostanáig tartott a mi barátságunk, amit egy ilyen tanítvány-mester kapcsolattal is meg lehet fogalmazni, és azóta is nagyon szeretem ezt a képet otthon, illetve ennek a szitanyomat. Most magáról a képről is el tudok pár mondatot mondani, mégpedig azért, mert a képeknek egy jelentős része ebbe a csoportba tartozik, ami úgy néz ki, hogy van a Konok képeknek egy alsó rétege, az alap, a megalapozás után. Ez egy kicsit mozgalmas, dinamikus, erősebb szóval talán organikus hátteret is ad az egésznek, mindenképpen azt jelenti, hogy mint egy lüktet maga a kép, tehát valami fajta mozgást érzékelni. A következő réteg az a rá gondolt formáknak a felépítése, felfestése. Ezekben az a nagyon fontos, hogy egyrészt nincs eldöntve, hogy síkban értjük-e azt, amit látunk, vagy pedig térben. Vannak apró jelek, amelyek a teret gondolják, és adják meg nekünk a lehetőséget annak az észlelésére. És egyben itt mondanám el most azt, hogy ez a képek csoportja egy bizonyos színpadképet is, mint illúziót föltesz nekünk, hogy mintha egy színpadfüggőt látnánk itt széthúzni, ami előtt elég tárul az a gondolat, amit ő meg akar fogalmazni, és ezeket a formákat végül összeköti egy olyan vonalháló, egyben talán szét is választja, de mindenképpen a vonal ad neki egy rendszert, egy szisztémát, és a vonal önmagában is nagyon sok jelentést tartott, mert amíg itt közelről megnézzük ezt a két vonalat, amelyek korán sem egyforma szélességűek, akkor ezek erőt, mélységet, dinamizmus, irányokat, stb. Feszültséget érzékeltetnek. Na, a kép kapcsán elmondhatom, hogy nekem az a véleményem Konok Tamásról, hogy ő az a festő, nagyon kevesek vannak,
kevesen vannak ilyenek, akik nem valamit festenek, hanem általában a gondolatainak az analitikus eredményét akarja valahogy a képi formában velük közölni, és pontosan ez az egyik fő eredménye, hogy a teret is tulajdonképpen kérdőjelesen, vagy vagylagosan, vagy választható módon teszik nekünk föl, tehát nem kell előzetesen tudnunk azt, hogy mit fogunk látni, hanem hagy minket gondolkozni, és ez sem egy utolsó szempont a mai világban, hogyha hagynak minket gondolkodni. Egyébként műfajilag nem tudom megfogalmazni pontosan, mert tulajdonképpen nem tekintettem sem konstruktív, sem konkrét festészetnek, amit ő művel, bár nagyon sokfajta kép van, és azok mindegyik vagy ebből, vagy abból az irányból közelít, erősen redukált formában. Én inkább azt mondanám, hogy ez egyfajta lírai geometria, és annak is egy szintézise, amit ő művel. És ha már nincs itt közöttünk, akkor legalább a képeiben mindent kötöttünk. Köszönöm. Konok Tamással kapcsolatban az első élményem, amikor 1995-ben életműkiállítást rendeztünk neki még a régi Ludwig Múzeumban, és én, mint zöldfülű művészettörténész, elsőként találkoztam egy olyan művésszel, aki egy kicsit úgy fölötte állt az itthoni dolgoknak, egy másfajta perspektívából tekintett a magyar múzeumi életre, vagy a művészeti életre, és ebben kitűnő partnerre talált Nérai Katalin személyben, akinek hasonló elképzelései voltak a művészi színvonalról, arról, hogy hogyan működik jól egy múzeum, vagy egy kiállítóhely. Tamás utána sokszor úgy emlegetett engem, hogy én voltam a kurátora, ennek a Ludwig múzeumi kiállításnak a kurátora, ami csak részben igaz. Én sok mindenben segítettem, de nem vettem volna a bátorságot ahhoz, hogy kurátornak nevezzem magam ekkoriban. 25 évvel később, amikor ezt a kiállítást készítettük elő és rendeztük, akkor kicsit már más volt a helyzet, én is idősebb lettem, tapasztaltabb sok-sok kiállítás után. Úgy éreztem, hogy most már kellő bátorsággal fordulhatok az életművéhez, válogathatok belőle. És belém helyezte ezt a hatalmas bizalmat megint, és azt mondta, hogy bármit tehetek a műtermében található művekkel, bátran válogathatok, teljesen rám bízza ezt a döntéseket ezzel kapcsolatban. Múlt év szeptemberében álltunk neki az intenzív munkának, akkor néztük át a műtermében található szinte összes művet, kialakult a koncepció, közösen úgy döntöttünk, hogy minél több új művet mutatunk meg a látogatóknak, hiszen töretlen erővel készült erre a kiállításra, nagyon sok új képet festett 2020-ban is. És a legutolsó művek egyike, ez a Terhelő bizonyíték munka című alkotás, amit tulajdonképpen annyira friss munka, hogy nem is adott címet neki Tamás. Én onnan tudom, hogy mi van a képre írva, hogy megkérdeztem tőle, és így vált olvashatóvá ez a kicsit rejtélyes szöveg, ami végigfut ezen a képen. És azért választottam ezt a képet most a Tamásra való megemlékezés alkalmából, mert szerintem nagyon szépen szimbolizálja mindazt, ami a művészetére jellemző volt. Sok tekintetben visszanyúl ez a munka a korai kollázsaihoz, a 60-as évek végén, 70-es évek elején készített kollázsokhoz, olyan szempontból, hogy rengeteg rétegből alakul ki a kép struktúrája, van egy szövegtöredék, ami ezekre a művekre is jellemző, a mikroludiumok között is nagyon sok olyan munkát találunk, ahol különféle nyomtatványokból szövegtöredékeket emel be a képnek a struktúrájába. Ugyanakkor általában tökéletességre vagy valamilyen nagyon kiegyensúlyozott kompozícióra törekvő művek között ez egyfajta kísérlet, vagy egy a többitől eltérő szerkezetet mutat ez a kép, hiszen nagyon erőteljesen megbontja ezt a szimmetrikus vagy szabályos szerkezetet, ami a többi műveire jellemző. És ebben nagyon fontos szerepet kap ez a áthúzás, ez a gesztus, amivel mint egy érvényteleníti a képet. Tehát itt a képi elemeken túl
olyan erőteljes jelek, szöveges jelek, képi jelek jelennek meg, amik mintha valamilyen nagyon-nagyon fontos üzenetet hordoznának a többi képpel összehasonlítva. És ha össze kéne foglalni, hogy ezt miért tartottam érdekesnek, mindjárt az elején, amikor a műteremben először láttam ezt a képet, hát valamilyen módon Tamásnak az állandó kísérletező kedvét, a megújulásra való képességét, fiatalosságát szimbolizálja számomra, és így módon a legutolsó művek is tulajdonképpen ebbe az irányba mutatnak.